Nem kevesebb, mint 10 órát is kellett várnia az éjszaka herceg szántónál annak, aki Szerbiába szeretett volna ezen a határát kell belépni. A többi határszakaszon nem sokkal jobb a helyzet. Röszkénél átlagosan 50 ezer személygépkocsi lép át a határon naponta. Itt vasárnap a délutáni órákban 3-4 órát kellett várakozni. Három órája, vagyis inkább most már négy órája várakozok. Jagodinába megyek, és már 24 órája utazom, vagyis mire hazaérek, 24 óra lesz az út. Másfél órát vártam, hogy átérjek Szerbiába, ez most nem szörnyű. Magyarországon az autópályán sok baleset történt, emiatt nagyon lassan haladtunk. Magyarország felé a nap folyamán egyik határátkelőn sem volt fél óránál hosszabb a várakozási idő. Az illetékesek szerint még a hétfői nap folyamán is nagyobb határforgalommal kell számolni. Az ünnepeket követően azonban nem csak a belépő, hanem a kilépő oldalon is számítani kell torlódásokra.